Településünkön a református templom volt az ökumenikus imahét első állomása. Minden év január 3. hetében rendezik meg világszerte a keresztény egyházak közös imahetét, amelynek során a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak Isten tiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Városunkban az idei évben is minden nap más helyszínen egy-egy Isten tiszteletre várják, illetve várták a híveket. Hétfőn, azaz január 16-án Pintér Tamás polgármester részvételével a református templomban Kovács István görögkatolikus parókus hirdette az igét. Nagyszerű a kérdés, hogy lehet-e egyáltalán megmagyarázni. Nyilvánvalóan az ökumenikus imahét azért jött létre, hogy az egyház egységéért imádkozzunk együtt. Ugye Jézus Krisztusnak van egy parancs, hogy mindnyáján egyek legyetek. Nyilvánvalóan a történelem zivataros századait, hogyha megnézzük, azért voltak olyan dolgok, amik emberi dolgok véget, úgymond szakadásokká fajultak, de hála jó Istennek azért közeledünk egymáshoz, és egyre közelebb és közelebb vagyunk, mint egyházak, ugye akár a katolikus egyház, akár a protestáns egyházak is közelednek szépen egymáshoz, és mellette még az ortodoxia is. És ezek nagyon jó dolgok, nagyon jó képek ilyenkor, mikor nem csak a lelkészek, papok vannak együtt és imádkoznak együtt, hanem közösen a hívekkel is. Miért fontos? Jézus Krisztusnak ez az utasítása, ez az egész világra szól. Nem csak egy külön népcsoportnak, hanem mindenkinek. És pontosan ilyenkor ugye törekszünk arra, hogy mi ténylegesen egy szívvel, egy szájjal próbáljunk meg imádkozni, és mutassunk egységet ennek a szétszakított világnak. Az egész világunk, látjuk azt, nemzetek, nyelvek, mindenféle dolgok itt szétszakadnak. Nekünk itt egységben kell lenni, Krisztusért való egységre törekvés. A különböző egyházi közösségek tehát egy azon célért küzdenek a mindennapokban. Ezt az együttműködést pedig a vezetők közti egység is elősegíti. Én hiszem azt, hogy a híveink, akik talán szomszédok, lehet, hogy még rokonok is, barátok, munkatársak, ők azért, hogyha meglátják egymást, szépen beszélnek egymással, köszönnek egymásnak, tudnak együtt beszélgetni, imádkozni, együtt létezni. És hála a Jóistennek mi is itt Dunajvárosban, akár papok, lelkészek, tudunk együtt lenni, tudunk együtt tervezgetni, tudunk együtt nevetni. Azért egy titkot elárulok, mi szoktunk összejárni, beszélgetni, és még egy jó főzés is, és egy jó kis család együttlét is bele szokott esni az éveinkbe, a napjainkba, a hónapjainkba. Ezek nagyon fontos dolgok, mert együtt küzdünk. Tehát ugyanazért harcolunk, úgymond, hogyha lehet ilyen szóval nevezni, ebben a mostani világban harcolunk azért, hogy a Krisztus hite, a Krisztusba vetett bizalom, a Krisztusba vetett remény és jövő, az ne hagyja el az embereket. Tehát, hogy mind ott legyünk benne. De ehhez nekünk is önmagunkat kell táplálni. Tehát nem elég az embernek beszélni róla, egy idő után a forrás kiapadhat, hogyha nincs táplálva. Tehát nekünk is ugyanúgy az imádságban, az együttlétben, a gondolkodásban közösen kell cselekednünk. Ceglidi Péter Pál szerint szó sincs arról, hogy a közösségek között lenne bármiféle verseny vagy széthúzás. Épp ellenkezőleg nagyon jó kapcsolatot ápolnak egymással, és ezzel is az egységüket fejezik ki. Kifejezzük a Krisztusban való egységünket. Azt gondolom, hogy az emberek egy részében él az a tévképzet egészen máig, hogy a felekezetek alapvetően nincsenek jóba egymással, és akkor egy ilyen ellenséges viszony van a lelkészek között, a hívek között, van egyfajta egészségtelen verseny, egymásra licitálás, de hogy egyébként ez nem a valóság. Hála Istennek a lelkészek, papok nagyon jó viszonyban vannak Dunaújvárosban, és a gyülekezetek is jó viszonyban vannak, és ilyenkor ez egy nagyon jó kifejező eszköz annak, hogy együtt tudunk lenni, együtt hallgatjuk az Isten igéjét, együtt énekelünk, és ezzel kifejezzük az egységünket Jézus Krisztusban. Hála Istennek mi baráti jó kapcsolatot ápolunk mind a négyen, lelkészként, papként, vannak közös alkalmaink, vitaestjeink, szólj be a papnak, amint ti is többször voltatok. Tehát, hogy egészen kötetlen módon tudunk együtt lenni, együtt gondolkodni. Tehát ez egy különös áldása az Istennek, hogy ez itt megvalósulhat így. A lelkipásztor hangsúlyozta, üzenetértékű, hogy olyan közösségek tudnak együttműködni, akik alapvetően egy-egy teológiai kérdésben más véleményen vannak. Ez főként a mai versengő és széthúzó világban egy nagyon fontos tényező. Egyrészt nyilván az emberek nem gondolják, hogy ez az összetartás létezne, másrészt én azt gondolom, hogy a mai magyar társadalomban hír és üzenetértéke van annak, hogy emberek, akiknek vannak olyan teológiai pontjaik, amikbe talán nem értenek egyet, de ettől függetlenül teljesen jó barátként és testvérként együtt tudnak dolgozni, hogyha valaminek, akkor ennek nagy üzenete van és nagy szüksége van a társadalomnak ezt megtapasztalni, hogy ez működhet így is.
Dunaújvárosban az ökumenikus imahét részeként 4 helyszínen, 4 időpontban volt és lesz Isten tisztelet. Mindenről az önkormányzat hivatalos oldalán találnak bővebb információt az érdeklődők.